végre a nagy nap, bár már délután 5 óra van, mert elhúztam az időt ház körüli teendőkkel, meg hajmosással, és be is van borulva, nem túl jók a fényviszonyok, szóval nem éppen ideálisak a körülmények, viszont már tényleg nem akartam tovább halogatni a dolgot, mert szeretnék jobban hozzáférni a ruháimhoz, úgyhogy jöhet a gardróbrendezés. A wifi-s szekrényen fogom kezdeni, mert itt elég jól vannak rendszerezve a dolgok, úgyhogy ez elméletileg könnyen meg gyorsan fog menni. A dolog. Itt van két őszi kabátom, egy zakó, két ruha, két szoknya és egy ing. Ezzel a sheerlinen szoknyával az a helyzet, hogy ezt idén nem vettem bele egyik kapszulámba se, hanem itthon hordtam két okból. Az egyik, hogy a dereka mindig is egy picit nagy volt, a másik, hogy itt Olli kihúzogatott belőle valami szálakat tavaly, viszont utóbbit sikerült elég jól orvosolni, előbbivel meg ugye az a helyzet, hogy most azok a ruhák lesznek jók, amik eddig nagyok voltak, úgyhogy kap szerintem ebben az őszi szezonban most még egy esélyt, mert egyébként nagyon szeretem a színét, az anyagát, a modellt, mindent. És a másik dolog, ami még ilyen kérdőjeles, az ez a cotton candy ruha, amit az utóbbi időben szintén már csak itthon hordtam, viszont derékban ez is nagyobb, úgyhogy megtartom ezt is ilyen B opciónak, nem fogom most beleszámolni a 33 ruhadarabba, de ide tettem, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Szóval ez az elmélet, a gyakorlatban meg hát most meg fogom nézni, hogy azok a ruhadarabok, amikben nem vagyok biztos, hogy jók-e még rám, azok hogyan is állnak. Ezt a Woodland Fairy Linen szoknyát direkt az őszi kapszulámhoz vettem nyáron, amikor vették ki ezt a színt, van alsó szoknyája is, és hát ugye akkor nem tudtam, hogy várandós leszek, nem nyáron. Még a tavasszal rendeltem, azt hiszem, viszont mivel gumis, szerencsére még szerintem jó lesz egy ideig, a hasrészben egyébként még van benne hely, és a dereka sem szorít, úgyhogy ez még oké is. Rendben van. Ezt a kabátot egyébként is nagyon ritkán szoktam begombolni, de még van benne hely, úgyhogy szerintem ezzel ezt az őszt kihúzom. Hátha. Ez a two-thirds kabát egy gyengébb láncemnek tűnik, viszont ezt egyébként is inkább csak farmerrel szoktam venni, vagy itthon így szaladgálni, úgyhogy nem tudom, meglátjuk. Most még jó. És akkor áttérek a fiókos szekrényre. Ebben a fiókban vannak főként az őszi cuccaim, úgyhogy ezeket is megnézem, hogy mi az, ami jó belőle, mi az, amit szeretnék bevenni a kapszulába, és akkor ezeket majd át fogom rendezni a felsőbe, hogy könnyen elérhetőek legyenek. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer. Na, itt vannak azok a cuccok, amikben így látok potenciált.
A felsők azok rendben vannak, ez a narancssárga az egyetlen, ami kérdéses, mert ezt a nyáron turiztam, és ilyen nagyon testhez álló, úgyhogy ezt meg kell néznem, hogy nem túl szűke már. Illetve itt van ez a két nadrág, ami volt már néhányszor rajtam az utóbbi hetekben, és kezdtek szűkek lenni, úgyhogy ezeket most meg fogom még egyszer nézni, hogy van-e egyáltalán értelme belevenni őket a kapszulámba, vagy egy hét múlva úgyis kicsik lesznek. Illetve itt van még két bontatlan two-thirds leggings. Ezek ugyanaz a sötétzöld meg rózsaszínű, amit már ismertek, csak a nyáron, amikor voltak az árleszállításaik, akkor berendeltem egy-egy nagyobb méretet, hogy bebiztosítsam magam, mert egyébként itthon is leggingset hordok, meg amikor kimegyek, akkor ruha meg szoknya mellé is ezeket szoktam venni, és ezek nagyon-nagyon kényelmesek és nagyon strapabíróak. Hát a felső az még rendben van, meg még mindig nagyon tetszik, bár határozottan nagyobbnak tűnnek benne a melleim, mint amikor megvettem, viszont még mindig kényelmes, úgyhogy ez rendben van. A nadrágról sajnos ugyanez nem mondható el, ennek egyébként is viszonylag alacsony a dereka, úgyhogy ez maradni fog a fiókban, és reméljük, hogy majd jövő ősszel kaphat még egy esélyt. Hát ez a szerkós nadrág sem fog nyerni. Amikor utoljára volt rajtam, akkor még jobb volt, de ülni már valószínűleg nagyon kényelmetlen lenne benne. Na, de hát igen, ezért mondtam a turis videóban, hogy éreztem, hogy szükségem van még egy-két alsóra. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can. Amit láthattatok a turi halos videóval, ezek is mennek a válfás szekrénybe. Végeredmény, bekerült a kertésznadrágom is, illetve két kardigánt még átköltöztettem a várfás szekrénybe, hogy jobban férjenek itt a cuccok. Néhány dolog van még mosásban is, főleg amit itthon hordok, ezek ezen az oldalon vannak, úgyhogy ami a kapszulámhoz tartozik, az gyakorlatilag ez a része. És vicces, mert így, ahogy most elnéztem ezt a fiókot, csak turis dolgok meg
Two Thirds márkájúak vannak benne. Kívül, amit még szeretnék belevenni a kapszulámba, az ez a zöld, meg ez a barnás, bézs kalap, illetve ez a két sál, ez mind a kettő másodkézből van, az egyiket egy barátnőmtől rököltem, ezt már láthattátok régebbi blogbejegyzésekben, mert nagyon szeretem. Ha jól számoltam, akkor ez így 28 darab, amihez még hozzájön 3 pár cipő és 2 táska, így jön ki majd a 33 a kapszulához. Azt már elmondtam ugye az előző kapszulás bejegyzésekben, hogy a kisebb kiegészítőket, öveket, meg ilyesmit azt nem számolom bele a 33-ba. És a turis videóban azt is említettem, hogy fogalmam sincs, hogy ez így most hogy fog működni, mennyire fog összeegyeztethető lenni a növekvő pocakommal, de megpróbálom, és majd meglátjuk, majd mindenképpen tudósítok még. Köszi, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!